A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A rövid hír, amiről már bizonyára értesültek, kedves nézőink, hogy 13 esztendő után a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezetője Görög István nyugalmazott ezredes március 31-én búcsút mondott, természetesen nem véglegesen, az ügyvezetői feladatokat ettől a pillanattól kezdve Görög Viktória vezeti, látja el. És hát természetesen erről, és nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Vendégem Görög István, tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szeretettel köszöntöm a nézőket. Én érdekes módon most az egykori honvédelmi miniszter gondolatát idézném. Ő azt mondta, hogy dr. Görög István nyugállományú ezredes ugyan befejezte katonai hivatását, de valójában soha nem vonult nyugdíjba, mert a honvédségért, a katonákért, a honvédség és a civil társadalom kapcsolatáért küzd és harcol. Mindig előre tekintő cselekvő alkat, aki nem elégszik meg a tegnap sikereivel, folyamatosan kezdeményez, többet és jobbat akart. Ezt egyébként honvédelmi miniszterként is gyönyörű szó, ez a Szent István érdemrend díjátadóján mondta ezt. No, hát én azt gondolom, hogy miniszter úr jól fogalmazott, viszont ahhoz, hogy megértsük, hogy hiszen ez nem régiben történt, ahhoz egy kicsit vissza kell mennünk a múltba. Kezdjük azzal, természetesen nem tudjuk teljes egészében a teljes katonai pályádat itt most megbeszélni, de miként választottál hivatást 1974-ben? Hát ezt is pont említett díjátadó körül számos esetben le is írták, meg gondoltuk, és Román Karcsúvácsának köszönhető, ugye ő volt az én történelem tanárom, illetve akkoriban a Vasvári Pál gimnázium és szakközépiskolába jártam, és szakközépiskolai osztályba, villamosipari, erős áramú villamos szerelőnek készültem, és hát akkor azért a mi osztályunkban a többség az természetesen milyen fúrófaragó fiú volt, és minden a technika volt. Valamiért a második, harmadik évben, amikor Sobor Antal vett bennünket a hónalán, meg Román Károly tanár úr, akkor úgy alakult, hogy egyre inkább fordultam én is egy kicsit a humán irányba, és pontosan a 74 tavaszán megkérdezte Karcsúvács, hogy hát mégis ki mi akar lenni, és valahogy ezzel így fordult a kocka, és akkor ő annyit mondott, hogy hát én téged katonának vagy papnak tudlak elképzelni. Aztán sokat töprengtünk akkor is, hogy ez nagy nevetség tárgya volt ez az akkori osztálytársaim környékén, de hát megállapítást nyert, hogy valószínű, hogy a szövegem miatt van ez, vagy hogy könnyebben tudtam társat találni. Valahogy alakítottam a környezetemet. Hát azt hiszem, hogy ez volt, amire ráérzett a Karcsúvács, és én máig örülök annak, hogy ezt így fogalmazta meg. Valóban így az életem vége fele, én azt gondolom, hogy ez egy fontos megállapítása volt, és végül is katona lettem. Tehát 78-ban avattak tiszté, aztán Nagykanizsa az alegerszeg következett, és 1984. augusztusában Székesfehérvár, és azóta itt vagy velünk, nekünk, ha úgy tetszik. És ez egy fontos pillanat volt, mint ahogy 87 is, hiszen az ELTE-n pedagógia szakon végeztél, ha úgy tetszik, akkor a katonai pályafutásod mellett ez jelentette a kiteljesedést. Jól gondolom ezt? Igen. Valamilyen szinten ez így is van. És hát akkor a rendszerváltás környékén nagyon fontos volt a hadseregnek is, hogy áttekintse elsősorban a sorállományhoz kapcsolódó viszonyát. Ezen a területen lettem először megszólítva a Gyurica Béla tábornok által, és ő kereste azt, hogy találjon olyan személyeket, akik egy kicsit hajlandók új
gondolatokat behozni ebbe a témába. Így kerültem, hogyha úgy tetszik, hozzá közel munkatársi viszonyba, és számos olyan pont volt, ahol ténylegesen próbáltam, és talán tudtam is újat mutatni. 1974-ben Gyurica Béla befejezte a katonai pályafutását, akkor 55 év, az egy nagyon kategorikus választóvonal volt, 55 éves lett, és 55 volt a nyugdíjkorhatár, és a rákövetkező évben alakítottuk meg Honvédség és Társadalombaráti körét, amit egyébként 1994. március 15-én Budapesten meghirdetett Nemes Kürti Istvánnal, és hát valószínű, hogy a nemzet tanára, meg az, hogy engem megkeresett, ez is motiválta abba, hogy lényegében megalakíthattuk ezt a szervezetet, és akkor négyen így ültünk össze, még Balsó István és Kollár Endre társaságában. Ez óriási áttörést jelentett, hiszen rendben van, hogy már 6 esztendő eltett a rendszerváltás után, de nagyon sok minden hiányzott. És ez egy hiánypótló társaság volt, amely méltóságot adott az egykori és a jelen katonaságának, ez így van a mai napig is. De én azt gondolom, hogy amikor megfogalmaztátok a céljaitokat, azt maradéktalanul sikerült beteljesíteni, ahogy tetszik, de ugye ez volt a cél. Amit Gyurica Bélával megfogalmaztunk akkor, és abban még egyszer Balsó Istvánnak egy nagyon komoly neve volt ebben, nem csak azért, mert városunk épp akkori polgármesteréről, nagyon nagy tapasztalatú polgárok körébe történő mozgás alapján erősítette föl elsősorban azt, hogy nagyon fontos, hogy a polgárok irányába is lépéseket kell tenni, az ifjúság irányába lépéseket kell tenni. Ez azért általa lett megfogalmazva. Gyurica Béla pedig hatalmas tapasztalattal rendelkezett a sereg irányába, és nemzetközi tapasztalatokkal is. És ő azért látta azt, hogy ott, ahol így mondom, hogy nem volt ennyire szerencsétlen történelmi szituációk, ott azért a polgárság sokkal inkább magáénak érezte a sereget. És ez, ha tetszik, hanem máig így van. Nagyon sok tekintetben Lajtán túl egy picit másképp írják ezeket a dolgokat. És mi azt láttuk, hogy abba az irányba való közelítéshez azért a legfontosabb az, hogy beszélgetni kell. Valahogy egy ilyen barátság kell ebbe a dologba. És talán nagyon találó is volt ez a megfogalmazás, hogy honvédség és társadalombaráti kör. Bár mi a honvédséget, ezt nem csak a szervezetet értettünk alatta, hanem a honvédelmét értettünk Igen, alatta. Méltóságot adni az egyértelmű. A személyeknek, és valami úton, módon most így mondom, ötvözni azokat a tényezőket, amik a honvédelmihez azért hozzátartoznak. Ez betartozik a környezeti védelemtől, a nyelvvédelmen át, sok minden egyéb, az ország határainkon kívül élő magyarsággal való kapcsolat, akkor még ez nem pontosan úgy nézett ki, mint ma. És akkor ugye itt nem a múltban révedezésről szól ez a történet, hogy a mi harci dicsőségünket kiemelendő, viszont az nagyon-nagyon fontos volt az a pillanat, amikor kifejeztétek az elkötelezettségeteket arra nézve, hogy a Pákozi csata évfordulójára már egy valódi ünnep legyen, és lehetőség szerint Pákozdon. Bár ez nem volt annyira egyszerű. Ez szó szerint így van. Tegnap volt pont 25 éve annak, hogy megjelent itt a Honvédelmi Minisztérium akkori két vezetője, akit Gyurica Béláék kértek fel arra, illetve a város akkori vezetője Nagy úr, hogy Nagy István, hogy legyenek kedvesek, segítsenek abba, hogy a 150-es évfordulót hogyan is lehetne itt megünnepelni. És mind a két honvédelmi vezető egyöntetően úgy nyilatkozott, hogy ők szeretnék, hogyha elsősorban ez Pákozd ügye lenne, ez az egyik. Másik, ők azt szeretnék, hogyha a pákozdi emlékhelyet inkább segítenék ők visszaállítani, rekultiválni ezt a környéket. Tehát most úgy mondom, hogy itt teljesedett volna be a múltat végképp eltörölni ezen a területen. Én emlékszem, mert én voltam a jegyzőkönyvvezető ezen a rendezvényen, a baráti körnek a titkáraként, hogy ezt követően Takács Nándor
emelkedett szólásra, és ő úgy fogalmazott, hogy hát de uraim, hát az én hitem szerint, aki nem áld, az ne is vétessék. Hát most önök itt meg akarják szüntetni azt, amit mi áldást kértünk, és valami olyan hozzájárulást kértünk ehhez a tevékenységhez, amit a mi erőnkből nem tudtunk volna megoldani, maguk meg azt mondják, hogy akkor bontsuk le. Hát, hogyha ez így van, akkor én azt javaslom, hogy akkor ne vétessék, tehát maradjon ez így, és akkor mi majd itt akkor megbeszéljük, hogy hogyan legyen. Ez az akkori tisztiklubban egyik ilyen nagyobb ilyen tárgyaló helységében volt, és tényleg ott ült a város és a megye összes vezetője, de vállalati vezetők, és nem tudom én kicsodák, nem mi, én hívtam, tehát én azt mondom, én csak azt tudom, hogy kik voltak ott, és egyöntetően felszólaltak arra, hogy csatlakoznak a püspök ezen felvetéséhez, és hát akkor megtesszük mi. És úgy fogalmaztak pártállástól függetlenül, hogy 1848-as emlékhelyből ez a megye van egy-kettő, mert Móron is van egy ilyen emlékhely, de ott egy vesztes csata van, itt egy gyertes csata van. Tehát, hogy ezeket az emlékeket csak össze tudunk fogni annyira, hogy ezt saját erőből is meg tudjuk menteni. Igen, azért, ez indította el a dolgot, és ebből lett ez a... De azért tegyük hozzá, hogy Pákozd akkor nagyon rossz állapotban volt. Szörnyű tehát állapot. Nem volt méltósága tulajdonképpen a csatának, mint jelen. Szörnyű állapotban volt, és nem beszélve erről, hogy épp akkor... Csak azért, hogy én szerintem ennek ez volt a hátsó indoka, hogy a honvédelmi vezetés is váltani akart az új hadsereghez, az új honvédséghez egy új nap társuljon. 1949-ben választotta, vagy jelölték ki a honvédség számára, illetve az akkori néphadsereg számára, majd később a fegyveres erők számára, szeptember 29-ét a Pákos-Ugorói csatának az emléknapját. Az új honvédelmi vezetés úgy gondolta, hogy talán ezen is váltani kell, és egy új napot kerestek. Ez lett május 21-e, és akkor, amikor 92-ben először megtartották, én emlékszem rá, hogy milyen nagy zavart okozott az, mert nem volt kiadva hozzá brosúra, meg leírás, hogy mégis mit kell ünnepelni, és tudom, hogy több helyen a török felszabadulás volt éppen ehhez párosított valamilyen nap. Valóban Fehérvár azon a napon szabadult fel, ugye 1888-ban, tehát ennek megfelelően ez egy fontos egybeesés volt. De fontosabb volt az, hogy Pákoznak viszont a méltóságát akkor is meg kellett menteni, és voltak, akik ebből állandó viccet csináltak, hogy ugye ezért volt szeptember 29, mert hogy Farkas Mihály akkor ünnepelte a névnapját. Szent Mihály napján volt valóban a csata, és a katonák is Szent Mihályhoz fogadkoztak, és őt hívták segítségül. És hát az se volt igaz, amikor megkérdezték, hogy hát is körülbelül hány halottja volt ennek a csatának, és akkor mutatták, hogy 4, meg 7, meg hol. Ezzel lehetett humorizálni. Egy halott is sok, de ezen az ütközetben itt 60 000 ember vett részt, úgyhogy ha végül is egymással szembe mennének, akkor is történnének balesetek. De egy biztos, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű csata volt, és szintén Fehérvár szülöttje Hermann Robert, aki talán ennek a kornak a legnagyobb szakértője, biztos, hogy a legnagyobb szakértője, és ő nem régen újra is írta ennek a történetét, ahogy tetszik, és feldolgozta azokat a történészi munkákat, amik az elmúlt 170 évben történtek, és azban megállapította azt, hogy ez azért ennél egy nagyon-nagyon fontos ütközet volt, és valóban jogosan kapta meg a csata nevet, hiszen a csata az, amelyik alapvetően megváltoztatja a háború menetét. Egyébként ez egy nagyon fontos pillanat volt mindenképpen, mert ma is ez az alap, a szeptember 29-i csata. Ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy elindult egy olyan folyamat, amelynek ma sincs vége természetesen, hogy számtalan olyan fontos dátumot, illetve évfordulót és hozzá kapcsolódó történést tudunk ott megünnepelni, vagy emlékezni rá. És ez mikor indult? Honnét jött a gondolat, hogy
hogy szép lassan első világháború, a második világháború, és így tovább a NATO csatlakozásunk, és így tovább egy csomó minden, és ezt kiegészítve kiállításokkal, tárlatokkal, mert így kerek egységes az egész, és így lehet ilyen program kavalkáddal közösséget építeni. 1998. szeptember 29-ét egy nagy közös ünnepséggel ünnepeltük meg. Akkor a 150-es évfordulóhoz egy mondat társult, ez az ünnepeljünk együtt. És ez egy Fehérváron ez egy olyan sikeres felhívás volt, amihez ténylegesen nagyon-nagyon-nagyon sokak társultak. Adományaikkal a pékmester kiflét küldötte, csak hogy a legapróbbat mondjam, és a diákok, a családok, és mindenki úgy érezte, hogy ezt hozzá kell tenni a sajátját. És talán ennek is volt az eredménye az, hogy szeptember 29-én szitádló esőbe kimondottan hűvös, ilyen barátságtalan idő volt reggel, és ettől függetlenül több mint 30 ezer ember kerekedett útra, és akart részese lenni ennek a közös ünneplésnek. Részese volt Göncz Árpád is, akire szintén, akkor köztársasági elnökünk, akire szintén átragadt ez a tömegi hangulat, és nagyon nagy boldogság volt az, hogy az eredeti protokollt felrúgva hintóra szállt, a katonák közé ment, és onnan köszöntötte a győzteseket, és mondta, hogy jövőből jövök hozzátok, és mekkora hőstettet hajtottatok végre. Mindezt fejből, és egy nagyon, nagyon megható jelenet volt ez. És utána fogalmazott ő úgy, hogy ő úgy látja, hogy ha ennyi ember úgy gondolja, hogy ez egy fontos dolog, ebben az esetben ezt meg kell tartani. Hát látta azt, hogy milyen szegénység van azon a környéken. Hogy elmesélték neki, hogy a múzeumot újra kellett építeni, mert éppen kirabolták, állandóan beázott, mindenféle gondoktól terhelt volt ez a környék, és ápolatlan volt. És hát mi, amit tudtunk, helyreállítottunk, de ezért ezek nagyon provizorikus, egyszerű, most így mondom, egy alkalomra szóló dolog volt, és úgy kérte a pohárköszöntőjébe a honvédelmi vezetést, hogy igen, elérkezett az idő, hogy ennek emléket kell állítani, és ezt tessenek szélesen, közösen összefogva így megcsinálni. Ennek lett az eredménye az, hogy azon a napon kijelölték azt, hogy ezt folytassa tovább a Honvédség és Társadalombaráti Kör. Baráti Kör egy kicsit viszolygott egyetlen egyért, mert hát azért ez egy kicsit cég volt, ha úgy tetszik, úgy szervezetileg, mint erőbe. És hát Gyurica Béla is sajnos már azért beteges volt. És ennek lett az eredménye az, hogy akkor így név szerint így engem kijelöltek az asztal mellett, hogy én próbáljam ezt összefogni és folytatni. Jövő rákövetkező év 99. március 12-én mi a NATO-ba lépésünk napján Gyurica Béla leköszönt, és az elnökséget Varvasovszky Tihamér akkori polgármester úr vállalta magára, és a polgármester úr vezetésével valósult meg végül is ez a teljes akció, amiről itt szóltunk. De ki az indító? Az indító Gyurica Béla, aki halála előtt meg is fogalmazta a 60. születésnapján azt, hogy ő azt vizionálja, hogy egy olyan emlékhelynek volna itt helye, amelyik nem egy napos dologra emlékezik, hanem arra emlékezik, hogy itt volt a hadsereg szülőhelye, hiszen a hadsereg akkor születik, amikor átesik a tűzkerességen, és a tűzkeresség itt volt, hogyha itt volt az origó, akkor legyen itt mindenkori folytatásának megfelelő állapotban a többi időszaki elmesélés is. És hát ezért gondoltuk azt, hogy van egy 1848-49-es eszmei kör, amit először zártunk le, majd a 20. századi háborúk, amihez az alapmotívum mégiscsak a sorkatonaság történet. Ez egész Európában így van, és hát ennek 2004-ben van vége, egész odáig,
tartó történelmi eseményekhez való kapcsolódást is bemutatjuk, és a harmadik nagy rész az pedig a makatonái, amihez mi akkor úgy gondoltuk, hogy legméltóbb a békefenntartást hozzácsatolni, hiszen ezekben az években a békefenntartás volt, ha úgy tetszik, a katonák legfőbb cselekvése, és ahol be tudták mutatni, hogy a makatonái is legalább olyan hősök, mint azok voltak ott egyben. Ugyanakkor ezt a volt, van, lesz elvet tartalommal kell megtölteni. Ez így van, és ezeket apró részletekig dolgoztuk ki, és mindegyiket, ha úgy tetszik, módszerébe is úgy, hogy lehessen közvetíteni. Tehát leegyszerűsítettünk dolgokat, ha úgy tetszik, de azokban igenis benne van mind azok a tényezők, amik, ha úgy tetszik, ezeket a dolgokat abba a korba is így bele lehet illeszteni, és a ma gyerekének is el lehet mondani. Az, hogy Pákozdon ezt sikerült így megcsinálni, ez azért hozzátartozik az, hogy ezzel a történelmi folyamatosságot is be lehet mutatni. 170 év, már ez egy ember életében az egy nagyon nagy idő. És az, hogy a történelemkönyvekből több olyan lap is van, amelyikre, hogyha úgy tetszik, már nem jut idő a 8 általánosba, vagy még később sem, tehát valahol második világháború környékén úgy lezárulnak az események a közvetítésbe, itt azért meg lehet élni egészen a máig az eseményeket. És a mának is vannak hősei, a mának is vannak hősi halottai, és azokra legalább ugyanúgy fontos volt az, hogy meg tudtuk alkotni a békefenntartók emlékművét, és a békefenntartás kutatása is itt indult el, és a tárgyi emlékek gyűjtése is itt indult el, és nekünk van egy olyan kis gyűjteményünk, amelynek ez a gyűjtőköre, hogy tetszik, és ennek elektronikus és tárgyi valóságát is gyűjtjük. Ez nagyon fontos, mert ezt műzalmi eszközökkel tesszük, igen. És azt szeretnénk, hogyha a közeljövőben el is tudná érni azt, hogy ez valóban múzeumi rangot is kaphat, és ennek megfelelően azok a gyűjtemény, amit mi ott el tudunk, vagy elállítottunk, összegyűjtöttünk, azoknak a bemutatását is megvalósítottuk, az, hogyha továbbiakban is megőrzendő legyen. És ezt a feladatot pedig már, ahogy tudjuk, Görög Viktória fogja ellátni, de még engedd meg, hogy egy rövidet idézek tőled. Azt mondtad nemrégiben, hogy még körülbelül 13 évre valót tudnék felsorolni a terveim közül, de most a Honvédség és Társadalombaráti Kör elnök helyetteseként dolgozom tovább. Ez a megbízatás május 17-ig tart, és a kör közgyűlése majd bölcsességével eldönti, kire bízza a szervezetet. Ha kell, vállalom a folytatást, nincs kétségem felőle, hogy így lesz. Viszont nagyon fontos, hogy a Honvédség és Társadalombaráti Kör továbbra is részt vesz a Pákodi az Emlékpark munkájában, és ezt viszont már Görög Viktória fogja koordinálni. Hát a kezdeteknél is ugye ez a baráti kör volt ott. Egyszer azért, mert őt jelölték meg, hogy ezt folytassa és vigye. És ezt elismerte a város vezetése, a megye vezetése, és ténylegesen egy csodálatos összefogásnak lehettem én a nem csak tanulja, hanem résztvevője. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép ívet rajzolt ez, és ennek nincs még áldozó szakaszában, lehet ezt még folytatni. És kell. Mert mindannyian ez idő alatt éreztünk rá arra, hogy ez a 175 év nem csak a hadsereg története, nem csak az országunk története, hanem nagyon-nagyon sok apró család története. És ez a család történet, ezeknek azért a kivetülései ott vannak. De azt is pontosan érezzük és értjük, hogy valahol a családoknál is vannak az szakadások. És nagyon fontos az, hogy ezzel egy módszert adunk, és kérjük azt, hogy igenis pótolják be. Ez sosem késő. Meg kell tenni. És nagyon fontos az, hogy ezek a kis kapcsolódások nem csak szervezetek között, hanem családok között, ez egy olyan szövedéket hoz létre, ami ezt az egészet valami egyedivé teszi, és valamilyen gyógyító erővel bír. És ez a gyógyító erő, ez azért
Pákozd kisugárzásában mégiscsak egy más. Hiszen Pákozd mindenkor arra szövetkezett, hogy itt a reményt erősítse. Valahogy ezt a sugárzást nem tudjuk, van, aki ezt az ősi kövektől, az ingó kövektől és másoktól is eredezteti, de egy biztos. Az első pákozdi csata 1593-ban volt, és az is az akkori nagy veszteségünk Mohács után egy nagy reményt ébresztett abba, hogy le lehet győzni a törököt. És itt van 48 példája, amely ismételten egy évre legalább adott arra reményt, hogy van mit folytatni. És van mit folytatni. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, természetesen a jövőben is fogunk találkozni, és kedves nézőink, önöknek is ígérem, hogy az új vezetőt, Görög Viktóriát bemutatjuk önöknek, és én köszönöm szépen azt a munkát, meg a jövőt, azt a jövőképet, amit itt hagytál nekünk, és azt a munkát, amit természetesen a jövőben is el fogsz végezni, mindannyiunk nevében. Én köszönöm szépen mindannyiuk segítségét, és arra kérem önöket, hogy folytassák ezt. Van mit folytatni. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Görög Istvánnal beszélgettünk, a Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely ügyvezetőjével, aki leköszönt most posztjáról, de természetesen a munkát folytatja. Köszönünk megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.